Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, szevasztok srácok! Random szemvesztetés, random rage, random visszaemlékezés, random délután. Ez pedig nem más, mint a 8 évvel ezelőtti fantasztikus, csodálatos, és még mai napig, ugye, ugyanezt az engine-t használó F1 2015-ről lesz most itt, kérem szépen, szó, illetve nézzük. Nagyban már megy közben a szabad edzés. Magyar nagy díj, Magyarország, ugye, magyar nagy díj következik amúgy is. Szóval egy magyar nagy díjat fogunk megnézni. És már itt a hangoktól egy kicsit olyan fura érzésem van, én nyekenek minden össze-vissza, tehát ugye hiányoznak azok a impulzusok, amiknek meg kéne lenni. Mert ugye hát mindenki emlékszik azért, hogy itt micsoda hangok voltak itt annó, ugye? Tehát szerintem ezt a hangot, ezt mindenki ismeri már, hogy mik voltak itt annó a mikor bátyám kijött a Hondával, aztán röttyentett egy sort itt, hogy ennek ilyennek kéne lenni így. Ilyennek. Így. Ugye? Ugye ez mennyivel másabb? Nem ez került be, sajnos. Nem ez került be. Na, hát szóval... Igen, ilyennek kéne lenni. Na! Gyerekek, átcsapódok ide. Figyeld. Vagy ide. Itt jobb lesz. Jó. Na! Szabad edzés folyik. Itt egy kicsit másabb a kijelző, ugye itt még egy monitor volt. Annó. És... Egyébként szerintem tök jó. Tök jó volt, itt volt a pozíció. Mi a feladat? Hát a 9. hely lenne a feladat. vicces. Nem tudom, hogy. Szóval a 9. hely lenne a feladat. Van egy pályarajzunk, ugye, ahol látjuk, hogy a többiek éppen merre járnak. Mennyi autó van a pályán, ugye 15 van most kint a 20-ból, illetve itt ugye a csodálatos időjárás előrejelzés. Magyarországon ugye ilyen tájt hetet hét ágra sütött a nap, úgyhogy itt sincs másképp, úgyhogy gyakorlatilag ez így megy. Következő képernyőn ugye vannak az idők, végig lehet nézni, még nem voltam kint, majd nem soká megyünk, nem tudom miért nincs magyar zászló egyébként a játékban, de nincsen, úgyhogy nem bírtam sajnos kiválasztani. Mindegy, itt van bátyám kint van, nagyban, ugye? Méghozzá keményeken van kint. Szerintem most ilyen versenystratégiát visz, vagy nem tudom, versenyprogramot visz aranyosan, úgyhogy nagyban dolgozik, úgyhogy én is szeretnék már most azért úgy lassan becsatlakozni hozzá, nem sok idő van már hátra. Ugye itt még el kellett kérni a jó kis tabletünket, jó kis tablet volt. Azt nézem, hogy miért vagyok én ennyire lent. Van még itt a webkamrából gazdagon, oké. Okay. És akkor ugye itt ki lehetett választani a keveréket, ugye Option, Prime, Inter, Vet, tehát mindent ki lehetett választani, ugye. És akkor itt tudom, kijövök én most egy lágyjal. És mindjárt töltünk be egy setupot, ugye Mikinek, Miki, hát ugye természetesen Miki setupját, de nem az Ausztrált, hanem nekem nincs is Mikis setupom. Súlykás van. Nagyon jó lesz az nekünk. Oké. Okay. Jó lesz? Oké. Okay. Vissza is adtuk. Nem a vállalkozóit, hanem a izét. Jó, a tabletet. És akkor szépen kicsattogunk. Aha, eddig kér a izé. Jó. Oké. Okay.
kijövünk szépen a pályára. Így. Megnézzük, hogy ez hogy néz ki. Na, szia Csucsú, Hagymácska, Tomi, Geri. Sziasztok, Redel, hello, hello. Na. Röttyenőgép. Kicsit hátrébb jövök. Na. Jaj! Hirtelen átadta az irányítást. Lehet átölök a másik oldalra, gyerekek, mert... Itt ki fogom takarni a izén. Hacs! Na, ilyen kis arra. Itt meg mondjuk a térképet takarom ki, nem? Na mindegy. Majd még állítok rajta. Most menni akarok. Szia, Dankó! Azt a minden... Semmit nem változott tényleg a grafika. Csont ugyanaz. Kicsit... Lehet... Kevesebb a kormányszögem. Mint az újakban, de egyébként... Jól van, annyira nem nagy a mechanikai tapadás. Még a féktávok nincsenek meg. Aranyosan elmondja egyébként a mérnök, hogy minél több időt kéne eltölteni a pályán. Ez nagyon kuka ez a kocsi. Hát ez egy csodálatos kör lesz. Hát egy hatos. Jó, hát ez az első kör volt. Szoknom kell még ezt a... remek autót. Különben ezt a hudot annyira nem vitték túlzásba egyébként annak, ahogy nézem. Mármint ezt a kilométer óra meg... Ilyen, hogy töltés visszajelzés vagy... Hogy valami az, az ilyen... Minek az? Kicsit félek, hogyha megint lesz engine váltás, elvileg tán jövőre. Akkor nehogy megint kapjunk egy ilyen hulladékot, hogy ilyen... Hát ilyen gyakorlatilag félkész, mert ez ilyen nagyon-nagyon félkész
állapotban van. Na várjál, adok magamnak egy kis segítséget, azt mondja, hogy kell. Beállításokban van, ugye? Nem a beállításokban van. Esemény beállításokban van. Adok magamnak egy vonalat. Na megnézzük így. Hát, ha jobban megy. Igen, itt még nem volt ers, meg semmi ilyesmi, de lehetett volna, ugye, mert valóságban létezett. Hát innen is látszik egyébként, hogy mennyire üres volt ez a játék egyébként annó, mikor kijött. Például nem lehet a kamerának a szögét, meg semmit nem lehet állítani. Tehát le van lokkolva, úgymond. Egyedül a kokpites nincs. De ezeket a többit, az egyiket se engedik. Mert itt már megelőztem. Ezzel a fantasztikus autóval. Íj, ez jó szé... Ú, basszus, el is vette. Hihetetlen mennyire nincs tapadás. Meg ez egy 27-es kör lett volna. Van még egy... Ó, van még üzemanyag, jó, oké. Okay. Nem tudom, itt már lehetett rádiózni. Valami volt ott. Pár mondat már megjelent. Na, hetedik. Azért mondom. Box this lap. Nincs. Gumi törmelék viszont már itt is volt. Tapadás. Jó. Jó, hogy itt lehetett olyat csinálni, hogy mondtad a mérnöknek, hogy mi a helyzet, és akkor ők beállították a kocsit ahhoz, amit mondtál. Hmm. Ilyen, mintha a MotoGP játékban láttam volna őt. Igen. Valaki nagyon anyázni fog. Ők legalább elmennek mellettem. Nem izé, nem befékez az gurul veled. Kettő perc 30 van hátra a szabad edzésből. Jó.
Oké. Na. Ez nem kell. Webkamera. Á, jó is. Na. Hogy néz ki a dolog akkor? 9. 2,7-tel vagyunk elmaradva Hamiltontól. Hát az nem csoda. Fernando 17. Hát az... Még attól függ, milyen gumi, mert ő csak keményen volt kint, vagy min. Na most... Még mindig keményen van. Tehát ő nem ment ki. Ládja. Mennyi van hátra? 45 másodperc. Szuper. Na, hát nézzem, miket írtatok. Azt mondja, hogy... Grafika az ultra, igen, ultrán van a grafika. A sikán a 23-ban még mindig ugyanígy néz ki, mint itt. Valóságban nincs is még egy hurka a tetején. Hát na, nem volt update. Igen, 18-ra lett ers. 14 volt meg Xboxon, utána csak a 17-es és már Steam. Nekem a 15-16 kimarad, meg persze az első 14-ig. Aha. Na, 11-ek lettünk optionnel. Fernando 17, de Primal. Na, nem tudom, hogy tudunk-e valami jót. Elvileg itt jól mentek a McLarennek 15-be. Valóságban. Q1 fejű. Üzemanyagnál 1% az egy kör... Nem. Hogy van? Itt még kilóba volt, ha jól emlékszem. És ezt utána teljesen megváltoztatták, mert kicsit átláthatatlan volt a történet. Azt mondja, hogy... Ah, itt meg elállítja mindig a izét, igen. Mert... ahol van, ott van. Tehát 10 kiló üzemanyag volt, 7 kör. Hát annyi nem kell. Mit tudom én, egy 7 kiló. Az 5 körre felel meg. Csak az a baj egyébként, ez jó kérdés volt nagyon. Mert a játékban meg a izén 100%-ba írja. Tehát az megint... Ha már itt kilót használ, azt akkor így tudod, hogy mit tudom én... 7 kiló az 5 kör, de a játékban, meg mikor nézed a izék kis kijelzőt, ott meg már 100%-ot használsz, meg fingod nincs, hogy micsoda. Tehát az megint ilyen nonsense hülyeség, hogy miért. Itt még az egész box utcában belső nézetes most már csak a garázsban. Képzeljétek el, itt ha belemész a beállításokba, grafikába, kamerába, akkor meg tudod nézni. Várjál, nem a kamerába. Várjál. Kamerába van, vagy nem a kamerába? Nem a kamerába, várjál, megjelenítésbe? Nem.
Haladó? Nem. Várjatok már, hol? Esemény. Ja, le van szürkítve. Akkor viszont el kell hozzáindítani. Nem baj, úgyis jövök ki, tehát így, hogy pálya. Kihajtás. Így, és ha most nyomom meg, így, akkor ez már most él. És így meg tudod nézni, hogy mit működnek körülötted. Figyeld! Na, ez így nézett ki a box falról, úgymond. Fire Chase üzemmódba. Na! Az anyám mekkora lag. Hát ez nem lag volt, gyerekek. Szerintem a játék szívinfarktus kapott a izé, láttán? A kamera móka, láttán? Rip. Az. Ja, igen, nem kellett volna a külső nézetből indítani. Berippelt. Nyomott egy ripper felit. Na. Jó, hát még nem történt semmi, tehát. Azt mondta, hogy többet ilyet ne. Igen. Elvileg tudjuk folytatni, úgyhogy semmi problém. Fú, gyerekek, akkora gyász ez a játék egyébként. Iszonyat. Alonso ötödik lett itt, Csucsu, azt mondod? Tényleg, ötödik lett itt. Ötödik lett itt. Na, tehát. Elkérem a barátomtól az izét, a tabletet. És akkor. Jó, öt kör. Oké. Okay. Na, és akkor ki szeretnék hajtani? A setupot megjegyezte, csak ki kellett választani. És gyerekek itt ülnek a boxfalon. Azért figyeled, nem is kevesen. Hárman? Öten? Öten. Meg egy szék üres, tehát haton. És itt mindenki. Piros a lámpa, hát ez a ne foglalkozzunk. Lehet a magyar pálya bagos. Na. Nem tudom tényleg ez a százalék, ez mi lehet. Jó, oké. Oké, én ahhoz vagyok szokva, hogy vizé. Beálltok mögém, azt senki nem mer megelőzni. Ja, merhi azért csak ne menjen már el, nem? Az mégis hogy néz neki? Na jó. Hát a Grozsánnal úgyis elvesztek ott. Ezeket a boxfalos dolgokat nehéz lett volna átvinni a többi játékba. Hát szerintem igen.
Az plusz egy fájl. Ne viccelj. A Bottas is megjött aranyosan. Elvileg 10% 11 kg üzemanyagnak kéne lenni. Oké. Okay. Jó, akkor felkapcsoljuk Ridge-be. Aztán hadd szóljon. Hát nem garantálom, hogy itt tovább jutunk a Q1-ből. Ki tudja, mire volt képes ez a talig akkor. Na? Alig bírt elfordul. Vegyünk egy hűtőkört. Ó, gyerekek is elmennek mellettem. Hát ez tök jó. Esküszöm. És nem ütik, verik egymást. Rendesen megy mindenki, ahogy kell. Jön egy kisebb fajta hadsereg mögöttem. Ricardo, Verstappen, Räikkönen. Ennyi, gyerekek. És elmegy mindenki. Ja, és hiába jövök lassan, nem sárga zászlózza végig a pályát. Érted? Itt még simán elment az AI, így van. Már 18-dik vagyok? Ajaj! Csak Stevens, meg Merhi, meg még valaki. Na jó. Fékerő. Előrébb rakjuk. Na go! Nincs meg a tempónk, egyik szektorba se azt mondja. Köszi! Ezt tudtuk. Nagyon lekapcsoltam. De megérte azt a kis levezetőkör mókát. Na!
bemelegedtek, szerintem a gumik pont jó lett. Azonnal kihűl, mihez lassan mész, az viszont egyből jéghideg kékké válik, úgymond. A fékektől kezdve minden. Még esküszöm, halljátok, talán lehet itt volt a legjobb a gumbi szimuláció. Nézd meg, hogy a hőmérséklet hogy változik, ahogy visszad a kocsit. Hát ez... olyan néz. Hűha, trotyogok. Még van üzemanyag, de jaj, le kéne vennem. 1% alatt van. Hát eléggé dadog. De még ez is sokkal jobban meg van oldva. Mert itt tudok gázt adni, fékezni, és nem olyan izé, nem olyan, hogy hívjákos. Várj, ezek hagyj menjenek el. Egy Ericsson. Meg egy Sainci. Kviat csak 18-dik? Az gáz? Nem csoda, hogy ki lettél baszva a csapatnál ekkor. Na berottyanok! Akkor a boxban. Ilyen kis kedves megjegyzés volt a gyors kerülőt. Az volt egyébként, hogy mind három szektorban szar vagy gyakorlatilag, így megmondta. Ja, a felszínt írja, nem a belsőt. Aha. Értem. Én dübög a kocsi, hogy toljanak be. Figyeld. Apróság. De jó. Jó. És már a monitor is kattan, ahogy rád rakják. Gumipaplanok hangja. Rárakják. Szintén. Eltűnt. Nincs gyerekek. Nincs. Nincsen ilyen hang. 8 perc van hátra. Vannak kint páran. Lehet, hogy tovább. Állózó 12. Nagyon jó. Azt mondja, én 1,265, ő meg 1,547. És szerintem kint van, nem? Ja nem, nincs kint. Sárga háromszög. Na. De amik jók, miért kell kivenni? Nem értem, miért kell visszafele fejlődni. Hát, igen, ez... Ezen lehet tanakodni egyébként, így van, tehát... Ez senki sem érti. Hallod a kocsit. Az egyik fülesből hallom, hogy átjön a hang. Tehát hallom, hogy merre megy el. Ezt nem lehet most hallani szerintem. Nem tudom, nem emlékszem erre, hogy ez így benne. Ennyi. Lehet, hogy benne van, csak nem ilyen hanggal már. Nem tudom. Szerintem egyébként ez a táblázat is sokkal jobb, mint az új. De mondom, legjobban ezt tetszik, hogy így ott a te pozíciót, az akivel vagy, hanyadik vagy, milyen kört mentél, nem tudom mi az a 206, ja, az a csapat társadhoz képest, vagy a, nem, a feladathoz képest, most számolom mit közben, a feladathoz képest mennyivel mentél jobbat vagy rosszabbat, ugye 12. hely a feladat, amit most egyébként szerintem Ricardo birtokol, mondván, hogy ő van a képen ott, azzal az idővel. És ugye itt eme oldalról meg hogy ott az időjárás, és az folyamatosan szépen úgy az ott löki neked. Öt perc 52. Tehát azt mondom, hogy itt ez a 15-ös,
Ebbe csak bele kellett volna rakni még egy karriert. Safety card. Hát, finomítani még az irányításon, annyira nem gáz. Finomítani kellett volna csak. Energia nyerőrendszer, állítási lehetőség, tehát ugye az erset. Tehát karrier, safety car, ers, az irányításon egy picit. Szabályok, zászlókon még finomítani. Ja, a kamera, fov, ugye, az. Tehát azt lehessen, ne legyen lokkolva. Mert ugye csak a kokpitet engedi, de engedhetni a többit is. Ha már ezek benne lettek volna... Ja, egy piros zászló, még na, az hát a zászlók, ugye azok a szabályok. Ha ezek még benne lettek volna... Gyerekek! 15-ben, amikor ez kijött volna, így ezek, ezzel a 4-5 paraméterrel pluszban egy szavon nem lett volna, komolyan. Semmi. Ráadásul úgy, hogy ebbe benne van a 14-es évad is, bónuszként. Tehát lehet játszani a teljes 14-es évadot is 14-es kocsikkal, 14-es pályákkal, 14-es szabályokkal. Várakozás gomb. Na nézzük. Ez a maximum tekerési sebesség. Ez a legnagyobb. Ez a normál. Ez az egyes, illetve a kettes fokozat úgymond. Az egyes a rendes idő. És ez ugye a leggyorsabb. És érdekes módon nem lehetett ennél gyorsabban, mert szerintem az, ami az új játékoknál van, amikor már piszkosul pörgeted az időt, na ott gajdítja meg úgy az ait, hogy mennek ilyen, mint amit láttunk egy csomószor, hogy 47 másodperces kört megy. Meg ilyenek. Most ment el Alonso itt. Igen, 13. Én a 7. vagyok. És mindjárt lejár az idő. Ott jön Nasr, Perez. Nasr nem javít, Perez nem javít. Rosberg itt megy el. Ma már lejárt az időközbe. Na. Ó, hát ők Prime-on voltak egy jó páran. Oké. Fernando? Jó van, optionön van, oké. Na, akkor kiesett a Q1-ben. Merhi, Stevens, hát ez a Manorral egyértelmű volt. Pastor Maldonado, Lotus Mercedes-szel, az mondjuk gázabb. Nasr, Ericsson, mondjuk ők egész jók voltak egy ideig. És ennyi. És bejutott Sainz, Massa meg ezek. Még Massa azért 14. mondjuk Prime-on volt, de na mindegy, jó van. Oké. Okay. Igen, ráadásul az történt, hogy elvették, ami jó, amit meg újítottak, az meg bugos lett, igen. Amikor 47 másodperces kört megy, akkor egyik szektort nem számolja. Igen, hát igen, szerintem is egyébként. 14-esben volt olyan, hogy egy perc alatti kört mentem, mert nem számolta az első szektor. Az szép. Na. Még egyszer megnézem a beállítást. Fernando Oro közül szedik le a paplant. Az már jön is kifelé. Jóval le van lokkolva. Üzemanyag. Nagyon jó. 5 kör elég. Te akkor gyerünk. Mennyivel több a közönség egyébként? Igaz, meg sem moccan senki se. Tehát nagyon aranyos, csak több van. Piros lámpa.
Ezt sosem értettem, hogy ezt senki nem nézte meg, vagy nem vette észre. Rendben. Óvatosan megyek körbe. És a mögöttem levő forgalomra is odafigyelünk. Egyik Ferrari jön. Húzódok. És simán elmegy Räikkönen. Nem kezd el lassítani, nem kezd el befékezni, nem kezd el idióta és ostoba manővereket csinálni. Eznek szerintem Fernando lesz, nem? Nem, Verstappen. Jó, mert ő a 12. és a 12. a cél. Tehát azt ilyen halvány sárgával jelzi nekem, aha. Na gyerünk! Pont Rosberg jön mögöttem. Az kellemetlen lesz. De szállnak a gumidarabkák a kocsijáról, csak úgy csapódik itt rám. Hatalmas. Legalább ilyen is volt benne. De rendesen látszik egyébként. Ha túlságosan közel mész hozzá, nem de ennek a körnek ma annyi, úgyhogy engedem Fettelt is. Ahol van, csak úgy csapja rád a gumidarabokat. Kurva jó. Nagyon gatya kör volt. Igen, lecsúsztunk. Nagyon széles. Pont bebírom fejezni ezt a kört. Azt szerintem nem volt az purple, lehet sajátba purple volt, de többiek ihhez képest biztos, hogy nem volt purple az a szektor.
Rámegyek ezekre a gumi darabkákra. Iszonyatosan nem kezd el tapadni a kocsi. Csak benzingőz maradt ez meg. Akkor berotyogok. Ezt a betolást, ezt meg tudom nézni külsőből? Várjál? Mondjuk így. Na. Úgy néz ki. Nem is értem egyébként, miért váltja el a kamerát. Hát, de ezzel így semmi gond nincsen így. Bedübögünk ide. Már a monitor ott vár, faszikán veszi rá. Kész, lerakja. Jönnek a paplanok. Az ég egyet a világon nincs semmi probléma ezzel így. Azt ilyenkor így visszakapcsolna így. Érdekes látni, hogy ebben a játékban elmegy a zaj melletted, és a mostani patch, ami kijött a 23-hoz, elvileg ezt is tartalmazta, hogy nem lassítanak le melléd, de mégsem működik. Szerintem azzal generáltak egy még több szart. Nem tudom szebben mondani. Szia Máté! Na, 6 perc 10. Nincs kint senki. És Fernando barátom 14. helyen autókázik egyenlőre. Az első szektorja gyorsabb, mint az enyém. A másodikba kap 5 tizedet. A harmadikba meg egyet. Ennyi a különbség köztünk. De az elsőbe én kapok tőle 2-t. Egy erős körrel benne lehetek a top 10-be. Egyelőre senki nem mozog. Elkérem már a tabletemet. Hát van még. Egy szett, kettő szett. Akkor rakunk át. Meg akkor veszek ki szerintem üzemanyagot. Akkor ez nagyon befókuszált kör lesz. És akkor nagyon a legvégére kijövünk. Esetleg akkor még, hát hogyha valamit sikerül alakítani. Ebből egy karriert elnéztem volna, ha lenne benne? Hát... Megmondom neked őszintén, én ezzel lenyomtam. 2 évet. Viccen kívül mondom. Kérlek szépen. A sorozatomnak a címe, amin ment,
ez az egész, hogy... Igen, ez volt az. Ez. Én nem tudom elküldeni. Mi ez? Be kell jelentkeznem a saját chatemre. Ne hülyéskedjünk már. SMS kódot kér. Az a komolyocskös. 257-38. Na gyerek, ezt beírtam mi. Használjad a numpadot. Nem volt bejelentkezve a Streamlabs-om. Azaz a hibrid érás. Azaz, itt a izé linkje. Már most be tudtam rakni. Úristen, mit kapcsoltam? Nem kapcsoltam be talán ilyen pajzs hülyeséget. Nem, jó van, oké. Okay. Jaj, gyorsan fék, oké. Okay. Na nézzük. Nem jó az időm. Oké.
Nem fordul el! Á, nem sikerült szerintem. Nem, 11. He's outside the top 10 and with a lot to do tomorrow if he's going to salvage something from the weekend. Nem kellett volna sok. Na mindegy. Fene egye meg. We're just 18 kilometers from the city of Budapest here in Hungary where today's Formula 1 race is about to take place. It's the Hungarian Grand Prix. Na nézzük a pályabemutatóit milyen. Ja, ó. Még ilyen volt a rajtlás? Ja, tényleg visszafele mutatta. És 10-től meg... Az utolsó 10 nem volt így megcsinálva, csak az első 10. Na. Hogy nézem a címet? Ugyanaz az engine, mint az idei. Hát az, igen. Ego Engine 4. Pontosan ugyanez a grafika, pontosan ugyanez minden. Azért mondom, hogy így 8 évvel később, gyerekek, ennek a játéknak, ami ilyen szinten ugyanazon a motorral fut évek óta, ennek már olyan betyár szuper jónak kéne lennie, és kiforrottnak, mint a húzat. Tehát a gyakorlatilag a 23-as játéknak kéne lenni a legkomolyabbnak. És olyan jó, hogy ezeket az arcokat látni. Ezek az arcok eltűntek, nincsenek. Nézd meg a kamerás fickót, azért helyette ki van berakva, Piamet genyó, meg Arava genyó, meg Jány genyó, meg mindenféle genyó, ilyen fosok. Hát mert az marhára kell, az nagyon kell, az feldobja. Az eladásokat biztos. És ja, és azt nézem egyébként, hogy az előttem levő autónál szerintem másfajta fickók vannak. Tehát, hogy erre oda lett figyelve. Azt mondja, kiállás. Plan A, ugye? Kezdete, az optionön, első kiállás, option, és a másodikon pedig felrakjuk a prime-ot. Gyakorlatilag, viszont én kezdhetném akár prime-on is. És akkor egy option-optionnel. Lehet ez legyen a legjobb. Túlesni rajta. De várjam, ez két kiállás. De nem, itt is ki. Prime, optionos. Hát jobb lenne szerintem túlesni a prime-on, nem? Option. Vagy option, prime, option. Úgy lesz a legjobb. Szerintem úgy lesz. Így van, ahogy mondod, így van. Option, prime, option. Ez jó lesz. Na. Let's go. Felvezetőkör nincs, minek? Íj. Az úgy elindultunk. Íj, fiú! Igen, az egy kilós autó. A játékos autója a mai napig 1 kg, míg a többieké meg 1 tonna. Ezt még mai napig nem sikerült levetkőzni. Hát én neki dübbennék így Ericssonnak, az nem pördül neki. Én pattannék le róla. Látod? Tesó, beleakadtam. Szép volt. Szana szétszakad alattam az autó.
Megmaradt a szár, semmi gond nincs, sérülés nincs. Az orra akadt bele. Így van, Sipike. Stevens! Steven! A következő. Annó őt mondták, és ezt utána olvashat bárki, hogy ő lesz a következő Lewis Hamilton. Hát maradjunk annyi, hogy szegénynek nem éppen úgy alakult a motorsport karrierje. Egyébként egy borzasztó tehetséges autóversenyzőnek mondták, tényleg. Hát de szerintem ebbe a manorba, jó, Okonon kívül, mert ugye Okon is itt volt, Okonon kívül nagyon nem tudta senki se kamatoztatni a tehetségét, ugye lásd Wehrlein. Vagy hát... szegény Bianchi. De itt 15-ben, ha jól emlékszem, ezek a manorok egy évvel öregebb Ferrari motorral mentek. Tehát a 14-es Ferka motor volt belerakva. És ha jól emlékszem, Ausztráliában az első futamon el se tudtak indulni, mert talán nem volt még meg nekik a control szoftver, a control elektronika, és emiatt egyik autóval sem tudtak ott lenni a rajtrácson. De még az időmérőn sem, meg sehol. Aztán csak összelapátolták a kocsit. És gyakorlatilag ugye még 16-ra még ott voltak egy Mercedes motorral, de 17-re most már az is eltűnt, és ez volt az utolsó csapat, ami a legtovább bírta abból a háromból, ami 2010-ben csatlakozott az F1-hez. Ugye volt a HRT, a Virgin, mert ugye még olyan néven kezdték annó, és a Caterham. Úgyhogy 16-ba ők is elhullottak. Tizenhat év végén. Egész gyorsan utolértük Názert. Ő is hogy eltűnt egyébként? Pedig ő tényleg jó versenyző volt. Jó brazil volt. Szerintem még pontszerző is volt. Tehát 15-ben is.
Meg 16-ba is. 16-ba azt tudom, ő mentette meg a Saubert gyakorlatilag, hogy ne nullás legyen. És az volt a hála, hogy kibaszták, tehát... Teljesen jogos volt, nem? És gyakorlatilag 17-ben ugye még visszajött Massa. De Massa után már... Massa óta szerintem nincs brazil pilóta. Van brazil? Volt brazil pilóta, gyerekek? Nem is emlékszem. Volt? Ki? Christian Fittipaldi, hát csak ilyen beugrós volt 20-ban, nem? Ja igen. Na igen, én rá gondoltam ide így, hogy így... Azon kívül, azon a kínlódáson kívül. Két futamon volt, uh-huh. Maldonado barátunk. Én úgy emlékszem, ez a 15-ös volt Maldonadónak is az utolsó... baszki, az utolsó éve. Az itt vannak hangok, meg voltak itt hangok. Itt kajak hallottam, hogy recsen a karbon. Tehát nem egy ilyen tum, ilyen nagy izé hang volt, hanem ez hallatszódott, hogy ez úgy recsent. Rajta kívül nem volt teljes szezonos brazil. Uh-huh. Nagyot fékezett. Picit felkapcsoltam már a reachbe. Hadd menjen a kocsi. Nyolcadik hely az előírás, az szép. De nehezen kanyarodsz. Gumik. Sárga. Ez azt jelenti, hogy már nem az igazi, gondolom. Figyelj, 7 kör. Tényleg ezt be kéne állítani, hogy prime legyen. Várjál. Gumik. Kemény. Mik voltak még ott? Fékezés. Többet előre. Leszorító erőt is tudom vagy zélni. Változtatni. Vagy csak be tudok szólni a boxból, gyerekek. Egyelőre jó a fogyasztás. Nem tudom, mennyire lehet előttem, Fernando.
Oh. Jöttek a boxba pár? Aha. Boxba vannak. Tizenegyedik körbe kell bejönnünk. Tudod, hogy repülő, azt hittem, hogy leszáll itt mindjárt. De nincs messze a Liszt Ferenc, azt tudom csak. Jó, közel volt. Maldonado 5-re van, oké. Okay. Azt mondod, a Shipka 3 szeg kb. Hát kb. Egy... Science bejött. Mennyit beszél egyébként a mérnök? Tök jó. Mondd mindenkit! Hú, a gumin kezd látszódni a izé. A viseltesség. Visszaveszünk a üzemanyagból. De nem tapad a gumi. Így megjött Bottas. Cél egyenesnél akkor a GP2 engine lesz, mint az állat szerintem. Ííí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 
Íj, kapom a gumi darabkákat a pofámban. Na ebbe a körbe box. Nyomjuk meg. Már nagyon-nagyon rossz. Jó, jövök. Nem kell mondani? Box. This lap. Fernando nem most jön be, ugye? Kopi fejű. Jó. Baszki, már nagyon oda volt a kerék. Jaj. Meg lehet nézni kívülről? Meg hát. Hadd nézem. Mondjuk egy ilyenbe. Nézzük meg.
Öcskös. Semmi. Tökéletes. 2-4. Teljesen rendben volt. Igen, a mérnök 23-ban nagyon ostoba. Itt viszont nagyon jó. Azért 11 kört el lehetett menni. És így van, a 24-ig kell ezzel menni most. Alonso nem jön ki, de kim van? Jó, oké. Okay. Hú, alig bírtam körbe menni. Ott megy Fernando, ott jön! Lassan bemelegszik a Prime. Nagyon szuper. Na, egyéni legjobb. Megközöltük a hurkát. Szépen visszarakjuk a Prime-ot. És minden rendben lesz utána. Prime on the view az option-t. Jó, csak itt még nem soft meg hardot mondtak. Jóval lassabbak, mint Fernanda. Egy másodperc, egy gyorsabb? Hát sajnálom. Gondolom softon van, azért.
Csoda lett volna, nem gyorsabb. Meg az előző körben volt hiba is, úgyhogy... Éj, fiú, te azt bekanyarodtál. Ó, egyénileg jobb megint. Jó. Sipike, ha még benne vagy, még mindig most már, hogy összeraktam valamennyire ezt a játékot. Még mindig benne vagyok abban, hogy kipróbáljuk akkor ezt a kópot. A 15-tel. Én adnám. Á, nem tudok most inni. Sok kop van jelenleg is? Én nem biztos, hogy belefér még a 15. Még beszélünk. Jó, oké. Okay. Oké. Okay. Tamással akkor, mi? Tamásnak nincs ilyen nagy elfoglaltsága. Szia, Senyika! Most ér utol ott egy kisebb bandár, Fernando. A Perez Sainz kijött, oké. Okay. Nem tudok közeledni bátyámhoz. Egyáltalán nem tudok közeledni. Oké. Nem lesz eső. Ezt igazán örülök neki. Egyre nehezebb. Aha. A hátulja nem kopik, az eleje jobban kopik.
Ez nagyon rossz kör lett. Grozan így lemaradt. Na, ez mondjuk tök jó. Így van. Huszonnegyedikbe kell bejönni. Öt kör. Nem szeretem ez a Fernando faster than you szövegeket, ez még oda is mondja, hogy mennyivel, ami kiegészíti. Fernando is faster than you half a second. Hát, köszönöm szépen. Jaj. Nagyon elment Fernando. Már csak 4-re van Grosjean. Meg 7-re volt. Azt a minden, jól elment. Azt volt 1,9-re is. Ó, még 3 kör, utána dobjuk már le ezeket a gumikat. Nagyon gatya. Ma 1,9 Grosjean, azt a mindenit. Kopás jeleit látják, hát én is. Én még érzem is. Hát Tamásom. Az egy külön feature.
Sem meghibásodás, semmi nincs. De valaki kiesett, mert csak 19-en vagyunk, csak akkoriban még nem volt divat mondani azt, hogy ki, vagy hogy sárga zászló, vagy hogy mi történt, vagy akármi, hanem így megtörtént, az kész. Tudod. De látod, pont, hogy mondtad, hogy nem esik ki senki, akkor egyből ki is esett. Motiváltad a játékot, igen. Ajjaj, ajj, juhúj, gyerekek a Merci motor! Jött a kanyar. Az mentett meg. A 7 másodperc, nesze. Most Fernandónak dolgozok. Szemétláda. Kem jöttél? Hátulról. Mi majdnem bevert a falba? Enyém a pálya, úgy. Négy. Jaj, hát szofton van, hát azért ilyen nagy a szája. Az szép volt, fiú. Oké. Csak nem bírta ki. Na, azt megnézzük akkor egy így. Azzal a szárnyat, tesó! Fú. 11 másodperc. Gyerekek. Az nagyon sok. Kapott büntit, szerintetek? Megnézzük. Versenyigazgató. Incidens. Figyelmeztetés van csak. Na, viszont... Öcskös! Már jön Rosberg. Hamilton. Na jó, menjetek. Azért ez kemény. Blue flag. Elég valós érzésem van. Hát így van, itt legalább az erős sorra normális volt, így van. Ó, te meg DRS kaptam.
Jövök a mercikkel. Egyik Lotusos bejött. Hagyjad, de tök jól tudok velük jönni. Jó sok benzint megspóroltam. Nem baj most legalább. Nem tudom, ki tudom-e használni a kis blue flagezést. Maldonado bejön. Helyes. Ez az, húzzatok. Így. 25-4, legjobb izé. Egyéni. Ó, kapom a gumbit a pofámba. Szállnak a darabkák. Jaj! Neked utolértek ott valakit? Verstappenéket. Hogy kiment? Fiúka! Még nem ott tartunk, ahol gondolod. Még addig várni kell egy kicsit. Hallod? Öcskös! Ha meg ilyet tudott az AI, akkor is. Ú, lemaradtam a mercikről. Ott a pontszerző, helyöcskös. Fernando még nem jött ki. Mi a franc? Ez a pont ér menne. Én azt hittem, hogy a McLaren.
az idei. Olyan festése van. Kis narancssárga, kis króm, kis fehér, kis ez, kis az. Közben csak Hülkenberg. Gyerünk, Fonda! Nem éred utol a Merci motort! Hátgumi. Na! Ez az egyik manor bohóckodik itt. Azok milyen döglösök. Manor izé kell, manor karriert nyomni. Tesó, blue flag van, blue flag, arrébb kellene menni. Úgy, thank you. Hát itt még az aljá el tudott menni. Szépen. Teljes mértékben rendben van. Sárga zászló. Szerintem letolták a manor. Egy manor karrier Tamással, csata a 19. és a nagyon top akarsz tenni a 18. helyén. Óvatosan a gumikkal, öt kör, ki fogja bírni. Jó, már sárga? Nem án. Ennyire gatya lett. Hol van Fernando? Az nem jött ki, vagy mi van? Az vége, megcsinálja egy kiállását? Megbolondít, ha megcsinálja egy kiállással, az ötödik lesz, mint a valóságban. Hát akkor biztos, hogy megbolondulok. Hát már megnézem, hogy hanyadik. Hol van verseny? Nyolcadik, bazd meg! Hagyjál már! Nyolcadik! Ott megy, ott szorongatják, már látom már. De nem tapad már a kocsi. Hát itt nem volt team státusz. Jaj, meg alig fordul a kocsi. Várj, mik voltak? Teljes futóminfó. Á, nagyon messze van. Igen. Igen. Szerintem Hülkim el fog kapni. Hülki el fog kapni. Nem lesz meg a pontocska. Annyira gatya a gumi, hogy ezt nem tudom elmondani. Ja, agentösen le kell védekezni. Lehet.
Csak az a Mercedes motor az... Az lesz az én problémám. Nagyon gatyán van ez a szett. Nem akarok bejönni. Eléggé elfáradt szerintem ez a gumiasszonyja. Hát, eltesérem el. Elfáradt. Egy másodperccel gyorsabb Perez? Hát ezt már nem fogjuk utolérni akkor semmiféleképpen. Hülkenbergért kéne valami megtartani. Hogy el tud fáradni az a gumi? Perez jön a boxba, hát ezt megnézem. Öcskös. Az kimegy a izék következő körbe. Nem, már nekem kell az az egy pont. Ó, hogy az nem Mizi Hülkenberg akkor, aki mögöttem jön. Az jó. Szóval 9-eseket megyek már. 4 másodperccel lassabb kör. Azt a mindenit. Jön Vettel. Elfordulni alig bírok. Jön az utolsó kör. Ó, és le vagyok körözve! És le vagyok körözve, és akkor így nem kell izélnem az utolsó körbe, le lettem körözve tényleg! Nagyon jó! Jaj, ennyire még nem örültem, hogy lelettem körözve. Nem! Egy pont! Ott van! Jaj! Hú! Na, Fernando is lelett. Aranyosan. Jaj. Jó van az. 5 pontocskát szereztünk összesen. Hamilton Rosberg helyet cserélt, gyakorlatilag. Időmérőhöz képest. Hát a 3, 4, 5, 6, 7 az
az így semmi. Jobban mondva, hol volt a hetedik? Aki hetedikről indult, az ki volt? Ki esett mi? Aha, Ricardo. Hát szerintem egyébként Ricsi is ott lett volna. Fernando a 14-ről feljött a 8-ra. Na. Perez a 10-ről, én a 11-ről 10-re. És Perez háromszor volt kint basszus, és még így is rommá vert. Meg utána itt mindenki háromszor volt kint. Hát kivéve Merhi, de hát őt nem. Merhi még így is 19-dik lett, vagyis utolsó. Stevens meg háromszor volt, azok két kört kaptak. Ú, gyerekek, az a manor. Az csuda. Csuda manor. Jaj. Tamás, egy manor karrier, mindig két körrel kevesebbet kell menni. Azért jó. Azért lenne jó. Hát az milyen csuda lenne? Öt körönként kapnánk a kört, ja. Mekkora congert kaptam, te? Hadd nézem már meg még egyszer. Hogy kell visszatekerni? Hogy jövök? Itt átvágok izé előtt. Várjál, ki volt az? Itt fogja, azt mondja nekem. Ah! Csak a hátsó kerékkel egyébként éppen csak hozzám ért. És ennyitől mondom, vizé, 1 mg-os súlyú kocsi, figyelj. Pik! Oh, mit akarsz? És a fű, gyerekek, hát itt a frissen vágott fű. Hát az hogy száll? Ez is nincs. Nincs. Eltűnt. Meg milyen jó. Új, minden tiszta fű. A csontüres manor, gyerekek. Semmi szponzor nincs rajta. Hát csodálatos. 98-as rajtszám. Na. Hát itt... Hát alig bírtam körbeautózni. Szegény Robertót. Nézd meg. Igen, a 16-ban még jobb az AI egyébként. Egyébként tök jó a grafika, tehát így... Azt mondom, hogy így... Egy gyerekek, ez nagyon rendben van egyébként, tehát az 15-ben, tehát azt tegyük hozzá, hogy 15-öt írunk. Tehát 15-ben ez a graf, ez teljesen rendben volt. Csak most az a baj egyébként, hogy kurvára 23-at írunk, azt ugyan itt járunk. Tehát itt ez a legnagyobb problém. Semmi más nincsen. Ennyi. Nézd meg, Vettel szépen követi a két Mercit. Hát de tényleg egyébként csak ezekkel a shaderekkel szórakoznak. Hát gyerekek, ez csont ugyanaz. Itt semmi más nem veszel észre. Csak annyit, hogy jaj, nem azok a nagy tankok vannak még. Összébe, amik most vannak, hanem jaj, ezek még a régi autók, de ugyanaz, minden ugyanaz az egész. Vagy 2030-ra majd kapunk valamit. Jaj, na jó van. Jó volt ez. Nekem tetszett. Á, ilyen elégedettek lennénk ezzel, te. Na, jól van. Bóckodhatnékom volt egy kicsit, aztán... Arra gondoltam, hogy így megyek egy ilyen random futamot. Ezzel a... engine-nel, ami még idén is van, és milyen gyönyörű. Úgyhogy ennyi. Tamásom, készen állok majd. Oké. Rendben.
Mondom, Sipike, én az live elején mondtam, hogy 15-ben felsoroltam, hogy irányítás, safety car, szabályok, zászlók, karrier, kis átvezetők. Azt megérkeztünk. Az kész. Ennyi. Nem kell itten túlizélni. Erre a játékra rá kell volna szánni még egy 4 hónapot, az teljesen jó lett volna. Kész. Nem lett volna semmi probléma. Mindjárt jövök, Sipike, megnézem neked. Mondjad, addig írjad. Na, itt is vagyok. Jaj. Pro Driver karrier, vagy valami. Van-e a játék? Van. Méghozzá valós Formula 1 bajnokság. Ez a neve. És ugye ki lehet választani, izé. Ugye, én itt Button nevét átírtam, ugye az enyémre, meg az adatokat. De, itt nincsen laca-faca, az azt jelenti, hogy összes szabad edzés, teljes időmérő, 100%-os izé, dinamikus időjárás, és csak legenda, nincs visszatekerés, park fermé, járműsérülés full, és strict. Tehát ez full, 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 full. És akkor ezt elkezded? FP1 van. Huszonháromban is van ilyen pro, genyom. Így van, tehát ez a pro. Jó rém lett, így van. Nézd meg, bátyánk. Nem tudom, szerelők mit keresnek a VIP részlegben, mindig. Daniel! Danny! Danny fiú! Milyen felvezetés van itt, baszki, rendesen. Pedi lófejű. Na! Jeffy fiú! Hozzad csak ide izéd! És akkor itt full, full minden assist off, minden full, 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 ki van kapcsolva. Ez tényleg a nagyfaszóaknak a... üzéje. A módja. Azt mondja, hogy igen. Megnézzük. 89 perc van még hátra a szabad edzésből. Tamás, már megint a ringyózás. Na, de akkor itt...
Fiú! Várjál! Azt mondja, hogy esemény, móka. Várjál! Jaj, még ezek is ki vannak kapcsolva! Tehát itt semmi, a kormányon van, izé! Azt jó napot kívánok! Öcskös! Oké? Okay. Segédlet elit. Ja, hogy van egy külön izé? Még nagyobb erősség is van. Elit. Na, azt nem lehet izé kiválasztani csak úgy a simába. Az csak legendáig van. Nincs elit. Az elit az ez. Az full. Full. Igen. Uh-huh. Na, hát itt nem tudsz válogatni. Itt jó napot kívánsz. Oké. Okay. Várj, nem ezt akartam, hanem... Kamera. Ah, így már látszik a visszapillantó. Jó, oké. Okay. Nem tudom, szerintem hátranézés sincs. Ja, de van, az van, oké. Okay. Hó! Az anyám! Jaj, megcsúszik! Gyerekek, na ez a nagy faszú karrier! Ez az igazi! Jaj, testvérem, menj, szóljál, menjél! Nem akarlak én itt téged akadályozni. Kettesben miért ránt? Meg én aztán nem vagyok nagy asszisztófos. Jó, oké. Mondom, hogy ez a nagy faszúaknak a karrierje, gyerekek. Az szép. Törés, minden volt. Ilyet még az esportolók se vállalnak be? Hát őszintén, Tamás. Szerintem, ha rákerestek YouTube-on, senki, de senki a bolygón nem csinált egyébként pro karriert. Egyik résszel sem. Komolyan. Szerintem tuti. És az a vicc, várjál. Már itt látom a menübe az, amire gondoltam. Nincs, ugye egyrészt nincs flashback, kettő, nem tudsz visszamenni a garázsba. Nincs izé, jaj, escape and back to the garage, nincs. Pályára így visszadob, ahol van, látod, meg visszavonulhatsz, de nem. Takarodjál be a boxba. Tehát itt ez gyerekek, ez faszos. Jaj, geci! Baszd meg! Az kemény. Még hármasban? Nem, négyesben már nem. Jó. És semmi kijelzésem nincsen. Suhog a szél, ahogy leszakadt a szárny. Hagyjál már! Hát ez kurva jó egyébként. Még hármasról elindul. Azt a kurva. Se nyíl, semmi nincsen. És a képernyőt se tudom váltani. Nem tudom váltani a képernyőt. Semmit. Ez van, az cső. Ennyit látsz.
semmit. Nincs a kormányon. A kormány kijelzőn nem tudsz váltani semmit. Így van, a mérnök tud mondani valamit, az jó van. Hát ez gyerekek. Ez faszos. Ez nagyon faszos. Így. Pro karrier, bazd meg. Na. Úgyhogy... Tessék, lehet nyomni. Ez kell így, azt be kell ülni ebbe. Azt meg kell tanulni játszani. Kész, ennyi. Ennyi. Nyomni kell egy Will Stevens-t. Azt jó van. Nyomni kell egy Manor karriert, így. Viszont látásra. Úgy se kell nagy kijelzés, tudod, hogy az utolsó helyen mész, azt jó van az neked, nem? Ennyi. Ennyi. Mi aranyos a kormány itt. Na, erről van szó. Azt lehet nyomni. Jaj, na jó van gyerekek. Ez így jól esett a lelki világomnak most. Több játékos mód. Nem tudom mik. Fingom nincs ez mi. Halló! Egyenlő teljesítmény, ütközés, minden... Azt a mindegy. De tudok csinálni sajátot is, nem? Ez a egyéni? Lingus Session List. Oké. Egyéni készítése. Így, valamit megnyomtam. Kialtaboztam? Lehet. Azt nem tudok kiválasztani azt, hogy egyéni készítése. Ez nagy hiba. Ilyen összerak ilyen random izét. Ilyen pályákat, de saját magam nem tudok készíteni már. Ott tartunk. Kiválaszt. Lehet a magyarítás miatt. Ott van, hogy egyéni készítés, de nem tudok mivel rámenni. Ja de! Oda néz. Invite only. És ott van. Egyéni szezon. És akkor tudok olyat, hogy... Hogy csak egyet. Tehát mit tudom én, Ausztrália ugye... Jó, várja, mert... Új, te... Ki kezd? Jaj. Pálya lista szerkesztés. Minden eltávolít. Na, oké. Okay. Pálya hozzá, de... Ja, látom majd, mit csinálok. Oké. Okay. És akkor ezt hozzáadom. És akkor tovább. Igen.
Maximum játékos. Ja, játékos. Oké. Okay. 2. Van szabad edzés. 1 órás. Teljes. Nem lehet teljes időmérőt menni. Nem áll, gyereke. Vagy várjál? Nem engedi. Mocsokláda. Mert majd mekkora munka lett volna, munka. Annál nagy munka. Mekkora munka lett volna belerakni a teljes időmérőt. Akkor az fél óra, egy rövid időmérő, meg egy futam. Úgy, mint a 17-ben akkor, hogy játsszuk a izét. Dinamikus időjárás. Igen. Jó, hát ez még mondjuk legyen még ez jó van, oké. Okay. Valósági autók, így van. Jármű sérülés, csökkent. Jó az nekünk a csökkentett. Ütközések, visszatérés a garázs. Ja, azt ki tudom kapcsolni, hogy nincsen visszateleportálgatás. Ki legyen kapcsolva, kész. Corner cutting normál, oké. Okay. És akkor mi van még itt, azt mondja, vezetési, ezek a asszisztok? Minden engedélyező van, oké. Okay. És akkor ezt el lehet menteni. És tényleg. Nekem már volt egy ship is. Elmentem így. Hop. Én már szerintem megcsináltam ezt. Jó. És akkor tudok berakni... Várjál. Be tudok ülni. Bárhova be tudok ülni. Bárhova be tudok ülni. Tehát én a Lotus-szal akarok menni, akkor oda berak. Igen. Számítógépes ellenfél hozzáadása. Oké. Okay. És akkor így berakod Grozan helyére. Aha. Oké. Okay. Jó? Nem jó. Hogy kell? Jaj, ezért milyen szakértők. Jó, ez csak egy. Na várj, nem jót csináltam. Számítógépes hozzáadása. Igen. Jó, egyesével kell. Értem, így, azt akkor így hozzá lehet adni. Értem. Értem. Nem, szerintem a magyarítás nem... Hogy hívják o... Kavar be. Massa. Igen. Így hozzá lehet adni mindet, és amikor kész, akkor pipa. Csak ugye... Ja igen, hát egy emberrel nem indul el. Kettő kell. Nem volt-e korábban valami mód, hogy ne egyes évekeljen, mintha rémlen... Hát én nem tudom. Tényleg nem tudom. De hát ez legyen a legkevesebb egyébként. Tehát még ezt is megcsinálom szívesen. Sem eddig se tart, olyan sok pilóta nincsen. Meg így akkor tuti, hogy bekerül mindenki. Ja, most 2 lesz belőlem. A button át van írva, mindegy. Perez. Verstappen.
Science-i. Maldonado. Erikson bátyám. Nazar. Stevens. És Merhi. Ennyi. Terem opció? De mi van benne? Nincs benne semmi. Mindegy, hozzá lehet adni. Az a lényeg. És szerintem el is indulna. Csak ugye két személlyel. Jó van az. Ezt el lehet menteni? Így. Mentés. Így is van, el van mentve. És ha elhagyom, és akkor több játékos kiválaszt. Igen. Készítése. Invite only. Terem opció. Betöltés. Azt mondja, betöltés az ez a gomb. Hát kurvára nem töltötte be. Itt van 18 versenybe állítva meg minden. De ez miért nem töltötte be? A izét az betöltötte a... ezeket az opciókat, ezek rendben vannak. Csak amit még itt pluszban, hogy pálya meg ilyeneket, azt nem. Az nem a terem opcióhoz tartozik, úgy tűnik. Na mindegy. Az a lényeg, hogy... el lehet velem okoskodni, akkor lehet, hogy sikerülne. A nem ahhoz tartozik, igen, szerintem is, azt azért. Na mindegy, jó van. Na, oké. Majd megnézzük akkor. Aztán ennyi. Pro karrier Tamásra, az... halál. Halál karrier. Jól van, gyerekek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Holnap lesz Madrunner rész, megint. 2020-ból. Vagy már lehet 21-ből, nem tudom. Megpörgési verseny csapatni. Hát a pro karrierben biztos. És ez így ennyi. Úgyhogy köszöntem szépen. Nem volt most semmi izé, ugye? Nem volt semmi feliratkozás, semmi, jó. Oké. Sziasztok, sziasztok mindenkinek, szép napot, sziasztok, hello.